Az utak, járdák és parkolók építése mellett a város kiemelt figyelmet fordít a felszín alatti beruházásokra, azaz a 40-50 évvel ezelőtt lefektetett vezetékek cseréjére. Nagy öröm, hogy elnyertük azt az 1,7 milliárd forint értékű Európai Uniós forrást, amelyből 1,2 milliárd forintot maga az Európai Unió biztosít, további 30% önrészt, tehát 500 millió forintot pedig a város adott hozzá ehhez a fejlesztési sorozathoz. Ebben 28 helyszínt érintünk, ebből 14 ivóvízrekonstrukció és 14 szennyvízrekonstrukció, ez utóbbi zajlik most itt ebben az utcában. A 460 méteres szakasz rendbetételére több mint 44 millió forintot fordítanak. Az előzetes vizsgálatok szerint a hálózat műszaki állapota nem felel meg a 21. századi elvárásoknak. A rendszerről annyit kell tudni, hogy nagy részt betonanyagú DN200-as átmérővel van a föld alatt. Ezt a tervezőkkel újra gondoltuk ezt a folyamatot, és a betonanyag korszerűbb műanyag vezetékre kerül kiváltásra. A műanyag vezetékről annyit kell tudni, hogy a visszaállító sebessége, kapacitása sokkal jobb ezeknek az anyagoknak, mint a betoné. A Gárdonyi és a Dózsa utca közötti területen 2021-ben önkormányzati forrásból korszerűsítették a szennyvíz és ivóvíz hálózatot. A második ütem a KEHOP része. Korábban megtervezett maradék szakaszokat ennek a projektnek a keretében valósítjuk meg végig az Arany János utca és a Dózsa-György utca között. Most jelenleg a szennyvízvezeték rekonstrukciója zajlik, amint meg lesz a vízjogi engedély a ivóvízvezetékre, utána azt a felújítást is elkezdjük. A lakóknak szeretnénk elmondani, hogy most az idei évben nyomvonalasan állítjuk helyre az utcát, de párhuzamosan a Modern Város program keretében zajlik egy tervezési közbeszerzés, hogy hasonlóképpen, mint a Gárdonyi Géza és a Dózsa-György utca közötti szakasznál, faltól falig a járdákat, az utakat, a szegélyeket és a csapadékvízelvezetést is fel tudjuk újítani. A közgyűlés egyhangú döntéssel az Dalvíz ZRT-t bízta meg a kivitelezési munkákkal.